Williams Televízió. A múlt héten immár második alkalommal rendezték meg az ülői vállalkozói estet, ahol a polgármester büszkén újságolta, hogy több mint 300 millió forintot költhettek 2016-ban a helyi fejlesztésekre. Megtudtuk, hogy a befektető barát elnevezés arra kötelezi a városvezetést, hogy segítse, támogassa az Üllőn megjelenő vállalkozásokat. A következő percekben az üllői polgármester köszöntő beszédéből idézünk. Önök számukra munkahelyet teremtenek, és hát tulajdonképpen az adó befizetésével szolgáltatásainkat tudjuk gyarapítani. Büszkén mondhatom, hogy az idei esztendőben is fejlesztésekre 300 millió forintot tudtunk fordítani. Én úgy gondolom, hogy egy ekkora településnek ez bizony egy nagyon szép dolog, és ebből igen sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, ebből tudott Üllő tovább fejlődni és szépülni. A mai este különösen öröm számomra, hiszen kijutott még a fények is az önök tiszteletére itt a városban, hiszen most este lett minden végre bekapcsolva, és én ennek külön örülök, hiszen úgy gondolom, hogy jó érzés bejönni a városközpontba, és hát örültem, hogy így tudjuk önöket fogadni. Megosztottuk már önökkel a befektető barát település rangját viseli a városunk. Ez természetesen kötelez is bennünket, hiszen az újonnan felmerülő vállalkozások számára a felmerülő akadályok leküzdésében és egyéb adminisztratív teendők sikeres lebonyolításában természetesen készek vagyunk segítséget nyújtani. Ez sokszor természetesen nem egy egyszerű feladat, hiszen nem csak rajtunk múlik minden. A szabályozási tervek és az egyéb engedélyezési eljárások sok-sok egyeztetéssel és hatósági közreműködéssel zajló folyamatok. Ezekben az eljárásokban megfelelő érdekképviselet, jogszerűséget és egyéb technikai segítséget tudunk garantálni önöknek. Kicsit csúszunk, de március végére elkészül a településünk új szabályozási terve, melynek eredményeként befektetésre alkalmas területeink nagysága meg fogja haladni 600 hektár területet. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy erre a kiváló geoföldrajzi adottságokkal rendelkező területekre minél több befektetőt legyünk képesek kinevonzani. Az üllői vállalkozói esten a térség országgyűlési képviselője is felszólalt. Szűcs Lajos szerint Üllő és Pest megye délkeleti része ma már olyan fejlesztési potenciállal bír, melyre egy-két évtizede még senki sem gondolhatott. Szerintem a legfontosabb dolog egy település életében, hogy milyen viszonyban van egymással a település vezetője vagy vezetői, a település részen dolgozó vállalkozások. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha minden vállalkozást el kellett volna ide hívni, akkor már régen nem tudnánk szinte csak állva egymáshoz közel lenni, olyan sok vállalkozás van. Önök kivételezett helyzetben vannak a legnagyobb vállalkozásai Üllőnek. Ebből talán az is kiderül, hogy ez a település, és itt Pest megye dél-keleti része egy olyan fejlesztési potenciállal rendelkezik, amire egy pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt senki sem gondolt. Azt hiszem, hogy az a stratégia, amit önök képviselnek, az a győztetek stratégiája, hiszen önök pontosan tudták, hogy egy jó közlekedési csomópontban és egy jó gazdasági övezetben kell önöknek a gazdasági tevékenységüket folytatni. Ebből a szempontból viszont nagyon örömteli, hogy a polgármester asszony és a képviselő hölgyek és urak úgy döntöttek, hogy nem egymás életének megkeserítői, hanem inkább segítői lesznek, és ezt a tevékenységet ezzel az este is megpróbálják szimbolizálni, bizonyítani. Nekem más dolgom nincs is, mint a szegérési képviselőnek, hogy egy kicsit hátradőjek és nézzem, hogy önök hogyan dolgoznak, hiszen ha önök jól dolgoznak, akkor a településnek is jól megy, és a magyar gazdaság is jól működhet.
Ezt követően az Állatorvos Tudományi Egyetem Üllői Tanggazdaságának igazgatója az egyetem tanggazdaságáról, valamint Üllő Dóra Major múltjáról, jelenéről és jövőjéről adott áttekintést. Ezt követően a 2024-es olimpiai pályázatról és az esetleges hazai olimpiai rendezés terveiről is szó esett. Stábunk a vállalkozói est résztvevőiről és az esemény céljainak fontosságáról kérdezte meg az üllői polgármestert. Az első körülbelül 50 legnagyobb adózó vállalkozót hívtuk meg erre az estre, és természetesen nem csak nekik azt köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és természetesen szeretném megköszönni az összes üllői vállalkozónak azt, hogy munkahelyeket teremtenek, és az adóbefizető forintjaikkal természetesen segítik a várost, hiszen az önkormányzat igyekszik a befizetett összeget a városra visszafordítani, hogy minél élhetőbb kisvárost tudjunk teremteni. Ugye Üllőváros előtt tudjuk, hogy befektető barát település, hozzájárul ez a rendezvény, és hogy minél több befektető jelentkezzen, kopogtasson akár 2017-ben Üllőváros önkormányzatának ablakán, ajtaján? Természetesen az egyik fő cél ez, és ezen a vállalkozói esten természetesen különböző prezentációs anyaggal is készültünk, ami nagyon jól sikerült, természetesen itt ingatlanfejlesztők, befektetők is részt vehettek, hiszen Üllővárosának még nagyon komoly befektetésre váró területei vannak, és bízom benne, hogy már sokan jelezték, hogy lemennek az ünnepek, és január hónapban személyesen is felkeresnek. Én úgy gondolom, hogy lesz még közös utunk, és fejlődni fog továbbra is a városunk. Yeah.